A területfejlesztési operatív programból elnyert forrásból Jármi a közelmúltban több százmillió forintot tudott településfejlesztésre fordítani. A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének köszönhetően jelentős összeget takaríthat meg az önkormányzat, és a településkép is rendezettebbé vált a beruházásnak köszönhetően. Ez a toppos beruházás egy több mint 30 millió forint értékű beruházás volt, és ennek az épületnek, ami előtt állunk, az energetikai fejlesztése. Így nyilászárócsere, hőszigetelés, lábazati vakolat, és ami utolsónak mondom, de a legfontosabb, az pedig a napelemes rendszernek a felszerelése. Az udvar felőli tetőszerkezet teljes terjedelmében napelemmel van ellátva. Ennek köszönhetjük azt, hogy a irodai munkához szükséges elektromos áram az már ezt teljesen fedezi. Az energetikai beruházáson kívül a közelmúltban megújult az orvosi rendelő, az általános iskola, teljesen kiépült a szennyvízhálózat, illetve elkészült a Jármi és Mátészalka közötti kerékpárút is. A település óvodáját teljesen önerőből újította fel az önkormányzat. Minden 44 település részesült valamilyen támogatás, valahol óvodát építettek, valahol felújítottak, attól függ, hogy milyen állapotban voltak, valahol kastélyból váltottak ki óvodát, de beszélhetünk orvosi rendelők felújításáról, útépítésekről, és egyéb minden prioritásban 5 prioritás volt. A Barnamezőstől vannak a szegregátumok, ott is vannak kitagolások, ahol építkeznek, illetve magának ilyen szoftelemek, amikor ráhangoljuk kicsit a társadalmat, érzékenyítjük egy kicsit, tehát minden egyes település részesült valamilyen formában. Azt gondolom, hogy olyan 19 milliárd forint körül van, ha nagyjából összeadom a már helyen nyert pályátoknak a szám, és még vannak benn kerékpárutak, bevizelvezetők, ipari parkfejlesztések. A Magyar Falu Program 10 éves időszakot ölel fel, és ebben az évben mintegy 150 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésre a vidéki kis települések. A Magyar Falu Programban többféle fejlesztés van előirányozva, ugye már meg is jelentek fejlesztési források, tehát lehet már pályázni, lehet tervezni, és ez egy elhúzódó program lesz, tehát nem csak egy egyszeri támogatási lehetőség lesz majd a kis településeknek, hanem ez egy 10 éven keresztül folyamatosan pályázható támogatási keret lesz, amelynek nagy része természetesen hazai forrás lesz, és ezért is nagyon fontos ez a cél, hiszen ahhoz, hogy valóban erős legyen az ország, ahhoz a kis településeket is meg kell erősíteni, a vidéken élőknek a helyben maradását biztosítani kell. A megyében számos beruházás van folyamatban, illetve előkészítés alatt, a Magyar Falu Programmal pedig nem csak a megye, de az ország is szintet léphet, mondta Baracsi Endre.